Sok már a magány, a két lábú kemény, és minden titkomon átlát. De ami megtörtént velem, segíts felednem, nem töri meg melletted az életed. Hozzál szívedbe hát, és őrizd meg helyet. Bármibe kerül, kérlek, ne hagyd vesztenem, hisz rövid az életünk, sokat szenvedünk, és ha szólít majd a sors, oly jós, ó, szár szívedbe hát, és őrizd helyet, szívedből szólj hozzám. Rövid az életünk, sokat szenvedünk, és ha szólít majd a sors, rájövünk, hogy jó volt szerelmünk. Gábor Anitának köszönjük szépen, és Vadász Gábornak egy különleges produkciót láthattunk először, mert hogy ez lesz a nyitó előadás a Lovak című darab a Békés Csabai Színházban. Üdvözlöm az igazgató urat is, Fekete Pétert. Hát egy rövid részletet láttunk ebből a kis pici dalból. Lázban ég a színház, lovakat vittünk a színház elé, karámot építettünk Békés Csaba főterére, és hát az utolsó fázisában ért a produkció, pénteken bemutató és évadkezdés, Lovak. Nagyon komolyan jelmezetek is. És elég fura volt megszokni, hogy ebben kell mozogni. De egyébként én nagyon szeretem. Ahhoz külön gratulálok, hogy kora reggel ilyen hangotok van. Köszönjük szépen. Milyen lesz ez az előadás? Ja tényleg, mert ti hajnalba keltetek rá, hát, igen. Igen. Fél ötkor indultunk, pillanat. Picit megszabadulsz. Köszönöm szépen. Fél ötkor indultunk. Szóval Lovak című előadás. Milyen lesz azon túl, hogy lovakról szól? Hát egy helyi szerző, egy helyi színészünk, Bartus Gyula Jászai Díjas művésznek a művéről van szó, aki ezt 15 évvel ezelőtt írta, és 7 éve, amióta én Békéssabán vagyok, minden évben bekopogott hozzám, hogy Péter, ezt színpadra kellene állítani. Péter, ugye idén ezt megcsináljuk. És hát tavaly nincs elég lova társulatban, úgyhogy nem? Igen, hát egy ilyen színésznek, egy ilyen álmának egyszer lehetőséget kell adni. És beszélgettünk a jelmezről, beszélgettünk a különleges bőrdíszművekről. Tényleg egy csapatmunka eredménye ez a produkció, hiszen sikerült összeszednünk olyan zeneszerzőt, bőrdíszművest, tervezőt, fantasztikus minkek és fantasztikus parókák vannak a darabban, amely a mi háttér műhelyeinknek a csodálatos minőségét be tudja mutatni ezen a darabon keresztül. Egy könnyednek induló évadindítás, de mégis komoly üzenetekkel, mégis komoly társadalmi tartalommal. Szereti a Békés Csabai közönség, hogyha szól valamiről a darab, akkor is, hogyha az könnyű. Ti kit játszotok? Én Babát. Én Csillagot játszom, a darab főszereplőjét. Az ő életén keresztül mutatja be az egész darabot, a történet. Miről szól a darab? A darab magáról a küzdésről szól, hogy egy vadlovat befognak, és hogy jut el a vadló a sok küzdködésen keresztül a győzelemig. Ez az indító, a nyitó előadás, de elég sok premierre számíthatunk most Békés Csabán. 12
rendben. Igen, most már évek óta megszoktuk, hogy 12 bemutatónk van, több mint 300 előadásunk egy évben, és ma reggel, ahogy jöttem az autóba, kaptam meg a hírt, hogy még egy bérletházat meg kellett nyitni. Ilyenkor a bérletelés időszakában ez nagyon fontos, hogy hányan döntenek úgy, hogy majd jegyben vásárolják, megnézik meg az előadásainkat, vagy megelőlegzik a bizalmat, és egész évre előre megváltják. És most, amikor kaptam a hírt, hogy ismét 400 fővel betelt egy ház, és újat kellett nyitni, ez egy nagyon jó hír. 12 bemutató. Egy vidéki színháznak játszani el kell könnyűt, nehezet. A közönség barát évadot tervezünk, de mint az előbb mondtam, a zenés daraboknál is inkább a tartalom. Tehát mondjuk Brecht Koldus operája nem a legkönnyebbek közé tartozik. Mégis nagyon sokan választották a bérletes nézőink közül. Három választás volt idén a politikában, ezért azt mondtuk erre az évadra, hogy legyen ez a választások évada. Nagyon sok választási lehetőséget adtunk a bérleteseinknek. Eldönthetik például, hogy a lovakat vagy a Koldus operát választják. És akkor, amikor bemegy a néző a jegyirodába, akkor beígszeri, hogy jó, én első darabként ezt szeretném látni, második darabként ezt szeretném látni. Szóval egy ilyen választásos, turkálós, igazán közönség kiszolgáló évad. Lesz. És nem csak a Békés Csabaiak szeretik, hiszen az utóbbi időben gyakorlatilag már megszokhatta a Békés Csabai Színház, hogy nemzetközi sikerek is vannak. Németország, Lengyelország. Így van. Most éppen az advent a Hargitával indulunk Aradra. Mint határmenti színháznak kötelességünk, hogy kiszolgáljuk a határon túli magyar közönséget is. És ott a hármas határ közepén egyrészt Szerbia felé, Vajdaság felé, másrészt Románia Parsium felé is kitekintünk. Tehát legalább havonta egy-két előadással a határon túl is megjelenünk. Tehát az aradiaknak az advent a Hargitán lesz az első ilyen előadás. Nagyon szépen köszönöm, hogy itt voltak, külön köszönöm, hogy énekeltetek nekünk így kora hajnalban, és akkor sok sikert kívánunk a premiérhez. Köszönjük szépen. Illetve kéz- és lábtörésnél azt kell mondani. Köszönöm. Köszönjük.